Sziasztok, Sestes vagyok, és most ez a faktoriós tutoriálnak egy másik része, mondanám, hogy gyors talpaló, de ez lehetőleg még gyorsabb lesz, ugyanis egy pár dolgot kihagytam ugye az előzőből, és ezt szeretném pótolni, pedig fontos dolgok voltak. Először is kaptam YouTube-on egy kérdést, hogy honnan van meg a faktorió magyarul, ugye honnan töltöttem a magyar faktoriót, ez pedig nem más, mint a játéknak van egy beépített magyarítása, ebben én is részt vettem egyébként, de mindegy. Ezt escape gomb megnyomása után, beállítások ugye angolul settings, majd egyebek angolul others, és itt lehet átállítani, kiválasztod, vissza-vissza, és mivel újraindítás szükséges hozzá, ezért bezárod a játékot és újra elindítod, és kész. Szóval ez talán ez a kezdésnek megfelelő dolog. A következő, ami történhet, ugye hogyha látjátok, itt alul nekem a inventorimban vannak dolgok, amik kékek, ezt tegyük innen ki, tehát így kékkel van, és itt van a sziluettje. Ezt úgy lehet elérni, hogy ugye ide ilyenkor csak ezt az egy tárgyat lehet betenni, tehát ott van a, például ezt máshova lehet tenni, de ott van a sziluettje a szétosztónak, és akkor a manipulátort nem tudom betenni. Írja is, hogy a szűrőt törölni kell. A szűrőt létrehozni úgy lehet, hogy az egér görgővel kattintva kiválasztjátok azt, hogy mit akartok ide tenni, vagy pedig, ha van az inventoritokba, akkor odarakjátok, és kattintotok egyet, és akkor ott megjelenik, úgyhogy ez nagyjából így működik. A következő, ami talán fontos lehet, az az, hogy a különböző rendszereknél van úgynevezett copy-paste gomb, ezt pedig azzal tudjátok elérni, ha lenyomjátok a shift gombot, és jobb klikkeltek, akkor ugye látjátok, kizöldül a gép, és ha azonos típusú gépre, tehát elengedhetik a shiftet, ilyenkor viccesek, mindegy, tehát megnyomjátok a shiftet, és bal klikkeltek, akkor ugye beteszi, és ez ugyanazon gépnek a különböző variációira igaz, a ládáknak is majd látjátok. Nyilván, hogyha most erre shift jobb klikkelek, és ugye shift bal klikkelek, akkor ugyanúgy kicseréli. Külön érdekesség, hogy shift jobb klikkelni, ugye bármilyen range-ből lehet, viszont bal klikkelni, csak építési range-ből, ugye hatótávból. Ugyanez működik a okos manipulátorra, shift jobb klik, shift bal klik, nem túl nagy dolog, illetve ugye a ládáknál, itt van, ugye le van korlátozva a láda, shift jobb klik, shift bal klik, és ez is lekorlátozódik, hoppá, tehát ezt kezdjük előre, nem mutattam meg, tehát ez nincs lekorlátozva, ez le van korlátozva. Shift jobb klik, shift bal klik, és ez is le van korlátozva. Következő, ugye igénylő láda, üres logisztikai helyekkel semmi korlátozás, igénylő láda, nincs korlátozás, és van logisztikai hely, shift jobb klik, shift bal klik, és ugyanúgy lemásolja. Ha külön érdekesség, a különböző ládák, ugye ez egy, tehát ezt a ládát lemásolod, és ráteszed egy igénylő ládára, akkor törli a logisztikai kérését, és csak korlátozást rakja rá. Még hogyha ugye van egy ilyen lekorlátozott ládánk, és egy igénylő ládánk, shift jobb klik, shift bal klik, és ugye törli a korlátozást, mert az igénylő nincs korlátozó, viszont mivel nincs logisztikai helye, azt nem másolja be. Tehát lehetőleg próbáljatok meg ugyanolyan ládákat másolgatni. Ez hát lehet, hogy problémát okozna. A következő dolog az a különböző üzemanyagok, ugye dízel, mozdony, meg mindenféle üzemanyag, tehát a dízel mozdonyba gondolná az ember, hogy valami olajalapú üzemanyag kell, de nem. Lehet olajalapút is, ami ugye a játékban a szilárd üzemanyag, de működik fával és szénnel is. Mint látjátok, villog, hogy kell neki üzemanyag, szilárd üzemanyagot belerakva elhallgat, de ugyanúgy lehet bele fát rakni, meg szenet rakni. Itt van például, ugye ebbe sincs üzemanyag, de ha megpróbálok valami más belerakni, akkor ide nem lehet belerakni, tehát csak üzemanyagot tudtok belerakni ténylegesen. Hogy rakjuk mindenbe, ugye mindegyik elfogad mindent, tehát mindegyik különböző járműnek a különböző üzemanyagok jók. A másik dolog, amit mondanék, az az, hogyha itt van például ugye két állomás, ami be van állítva, ennek is vonat a neve, tehát őt is vonatnak neveztük, meg őt is vonatnak neveztem el, és ha van két vonat, ami különböző helyekre akartok, úgy mondva,
hogyha a két állomásnak ugyanaz a neve, két vonat be van állítva, hogy ugye ő is a vonathoz menjen, meg ő is, ha elkülditek, akkor aki először megérkezik, az elmegy a közelebbihez, a második, aki pedig megérkezik, az pedig elmegy a távolabbihoz. Erre figyeljetek, hogy ez csak akkor működik, hogyha vannak ilyen jelzések lent, az egy külön sztori. De erre azért olyan egyszerűen rá lehet jönni, de ez csak ekkor működik. Illetve a másik dolog, amit mutatnék, az az, hogy téged megállítunk és visszatolatunk. Ugye vasúti szerelvényt nem csak úgy lehet, hogy építkezéskor lehet összekapcsolni, hanem ha például közel állunk egymásikhoz és megnyomjuk a G betűt, a Géza betűt, akkor írja, hogy összecsatlakoztatva és most már vontatjuk. Illetve ha megnyomjuk a V betűt, ami hát legyen Vivien, akkor lecsatlakoztatja és szépen meg is áll. Úgyhogy ja, ennyit az üzemanyagokról és a csatlakoztatásokról. A következő, amit tudnék mutatni, az a bontás tervező. Ezt itt tudom megmutatni, ugye itt van egy ilyen idegen műtárgyak lerakva, és kiadjuk, hogy bontsa le. És akkor jönnek az építőrobotok, és elszállítják a földről a legközelebbi tároló ládába, és hát itt szépen mindjárt össze is szedik, és ugye a legközelebbi tároló ládába elviszik, és oda eltárolják a logisztikai rendszerbe. Aztán, hát erről nagyjából ennyit. A következő dolog, ami talán érdekes lehet, az az, hogy itt van egy ilyen kis független logisztikai rendszerünk felállítva, ugye csak ebből a két dologból áll, van benne egy pár drón és egy tároló láda. Ugye az erdőirtás, faírtás, ugye úgy lehet, hogyha például kiadjuk egy szétbontás tervezővel, és szétvágják a drónok a fákat, ilyenkor a fa eltárolódik. Ugye ez elég energiaigényes, mert a drónok elég sok energiát esznek, viszont aránylag gyors, főleg ha nagyon sok drónunk van. A következő, ami történhet, az a méregkapszulás erdőirtás. Bedobunk egy méregkapszulát, és látjátok, hogy azért aránylag gyorsan fogja és megeszi itt a fákat, amiket kiadtunk. A következő, ami történhet közben, az az, hogy shotgunnal szétlőjük. Ez, hát ez egy elég gyors módszer, tehát ez talán, ha nincs elég drónunk, akkor ez a leggyorsabb módszer. Elég gyors, látjátok. Illetve, ha a C betűt nyomjátok, átváltunk gépfegyverre, és a C betűt nyomva tartva egyessével ki lehet jelölni azt, hogy mire lőjünk, ilyenkor arra azért figyelni kell, hogy ez hajlandó lőni a saját épületre is, tehát simán szétlővel lőni a saját épületeinket, úgyhogy erre érdemes figyelni. A méregkapszulás bontás pedig azért jó a shotgunos vagy a lövéses emelet, mert ez a saját épületeinket nem sebzi, látjátok, tehát nem kap sebzést. Minket sebez, de például rajtam energiapáncél van, tehát simán átsétálok rajta. Nagyjából ennyi. És ugye a játék elején lehet még fontos, hogy a sziklákat eltakarítani lehet sima lőszerrel. Nyilván itt is a C betű nyomkodása melletti keresztül lövésével simán el lehet takarítani a fákat, vagy sziklákat, és hogyha útban van egy szikla, akkor sima lőszert kaptott, kicsit tovább tart, de hát Istenem. Ja, úgyhogy még egy dolog van hátra, ez pedig az a gomb, amit szerintem egyébként, tehát ez egy funkció, ezt igencsak sokan fogjátok használni, ez pedig akkor jön el, amikor itt titeket a család látni akar, akkor használjátok azt, hogy megnyomjátok az Escape-et és rányomtok a kilépés gombra. Ez kifejezetten hasznos, mivel a család szereti, úgyhogy ezen felül, ha bármi kérdésetek van, dobjatok egy kommentet alulra, egyébként lájkoljátok a videót, ha tetszett, diszlájkoljátok, ha nem tetszett, és más tartalmakért pedig nyugodtan iratkozzatok fel a csatornámra. Sasas voltam, sziasztok!